Ismét felvonultak a gépek Újfehértón, ez alkalommal a 16. gépészkovás találkozón. Szilágyi Péter, rendezvénytulajdonos az, aki évről évre élteti a kezdeményezést és meghívást intéz a kiállítókhoz. Magát a rendezvényt elsősorban a családom mozgatja, szabad így fogalmazni, illetve az a szeretet, ami körülvesz engemet, mint a rendezvénynek a tulajdonosát, mind a kiállítók, mind a támogatók részéről. Elmondhatom, hogy most a 16. országos gépészkovás találkozón egy 145 kiállító vesz részt, Vas megyétől Szabolcs-Szatmár, Bereg megyéi, minden, tehát nagyon sok településről. Nagyon jó érzés, ezt tudom ajánlani mindenkinek, egy sok munkával jár ugyan a szervezés, de nagyon jó érzés, amikor a kiállítók megtisztelnek bennünket, Újfehértót megtisztelik, és eljönnek ide kiállítani, időt, pénzt, fáradtságot nem kíméve. Hát remélem, hogy a mai nap az sikeres lesz, hiszen az időjárás kijavult, tegnap kaptunk egy kis esőt, de az annyira nem befolyásolta a programot. Minden, ami motor, és minden, ami mozgásban van. Azon túl, hogy az esemény szakmai beszélgetésekre és baráti találkozásokra ad lehetőséget, értéket is őriz, mondta Kovács Imre, a Gödöllői Mezőgazdasági Eszköz és Gépfejlődés Történeti Szakmúzeum igazgatója. Az értékmentés ez itt magángyűjtők körében egyedileg történik, de a csoporthoz való tartozás az nagyon fontos, hiszen szeretnék megmutatni ezeket az értékeket, illetve szeretnének egy közösséget alkotni, hiszen maga a szenvedély is közös, az eszközök megmentése által. A találkozó főszervezője az ünnepélyes megnyitón bejelentette, hogy 2025-ben, június utolsó hétvégéjén ismét megrendezik majd a találkozót, töretlenül tovább éltetve a 16 éves hagyományt.